Hát az embernek már jóformán nincs egy nyugodt perce sem, mert a legutóbbi Sztárban Sztár is alaposan felkavarta az állóvizet. Hétfő reggel a műsor után olyan hírek kezdtek el terjengeni, hogy Olá Ibolya részegen lépett fel a Sztárban Sztár show műsorában. Én meg ugyan lemaradtam az adásról, mert azért, na, akadt fontosabb dolgom is, maradjunk annyiban, de mondom, nekem ezt látnom kell, hogyha valaki részegen csetlik, botlik, hát én erre kíváncsi vagyok. De aztán nagyon gyorsan csalódnom kellett, mert semmilyennel sem találkoztam. Ibolya Lady Gaga egyik slágerét adta elő, és hogy részeg volt-e? Hát szerintem rohadtul nem. Szóval mondhatjuk, hogy teljesen indokolatlan a felháborodás, meg a bulvár sajtó által mesterségesen generált indulatok is. Ami ugye abból eredt, hogy volt egy-két kommentelő, vagyis nem is egy-két, hanem inkább egy tucat kommentelő, aki azt mondta, hogy úristen, ez a drogos, ez a részeges, mit művel a színpadon? Hát be van rúgva. Géza, te be vagy rúgva? Tévedsz, drágám, az ajtó van berúgva. Nos, én nem tudom, hogy milyen tudatmódosítószer vagy alkoholdetektor van a nézőkbe így beépítve, akik a képernyőn keresztül ezt így észreveszik, de én semmi erre utaló jelet nem láttam Ibolya produkcióiban. De nem csak ebben az adásban, hanem az összes eddigiben sem. Én azt láttam, hogy Ibolya szuperül profi módon előadta Lady Gaga egyik ismert számát. Az Applause-t. De ha már itt tartunk, akkor kérdezem én, hogy mi van akkor, hogyha valaki italozás után lép a színpadra? És ezt most halálkomolyan kérdezem. Tehát az, aki ezen kiakad, az nem tudom, hogy járt-e valaha bármilyen koncerten is. És itt most nem feltétlenül a Mish Haknikra gondolok, mert ugye tudjuk jól, hogy azért ő eléggé felönt a garatra, mielőtt fellép a színpadra. Szinte az esetek 99 vagy 100%-ában segrészegen megy fellépni. Könyörgöm, gyere le! Kérlek! De érted, valahol a buli hangulat, meg az alkohol, azok így valahogy kéz a kézben járnak. Egy előadó nem teheti meg, hogy mielőtt fellép a színpadra, esetleg netalántán bedob 2-3 felest, vagy egy sört. Nem tudom, hogy miért 1-2-t mutattam a 2-3-nál, de nézzétek el, nekem nagyon rossz voltam matekból. És itt most hozzátenném, hogy nyilván nem arra gondolok, hogy valaki tántorogva megy fel a színpadra, és azt se tudja, hogy hol van. Jó, azért erre is láttunk nyilván példát korábban. De amíg valaki képes arra, hogy kontrollálja magát annyira, hogy ne hányja le sugárban a közönséget, meg hogy tudjon magáról, arról, hogy mit csinál, meg hogy hol van, addig szerintem egyáltalán nem gáz, hogyha egy előadó lecsap 2-3 felest, mielőtt elkezdene előadni a színpadon, és bulit csinálni lényegében. Nem tudom, lehet, hogy én vagyok hihetetlenül züllött beállítottságú, de szerintem ebben nincsen semmi gáz. És még mindig hozzátenném azt, hogy továbbra sincs fogalmam sem, hogy Ibolya fogyasztott-e alkoholt a Sztárban Sztáros fellépése előtt, vagy után, vagy bármikor közben. Ez egyrészt nem tartozik rám, másrészt személy szerint viszont nekem egyáltalán nem tűnt részegnek. És nem is igazán értem ezeket a teóriákat, hogy hozták össze ezt az emberek. De biztosan én vagyok a naív, vagy elveszek a részletekben, és nem látom a lényeget. De még egyszer mondom, és utoljára, én nem ítélek el senkit sem, aki bedob egy sört, vagy két felest, mielőtt fellépne. Persze a drogokkal más a helyzet, pláne akkor, hogyha a cuccozás már rámegy a produkcióra is, mint például annó Curtis esetében, szóval, hogy nem jelenik meg, akkor azért tényleg gáz a szitu. De hát itt a Sztárban Sztár leszek 6. adásában szó sem volt erről. Nem tapasztaltam semmi jelét, és most utoljára mondtam ezt el, szóval én ennyit tudnék hozzáfűzni ehhez az egész műbalhéhoz. No de végezetül kíváncsi lennék a ti véleményetekre is. Szerintetek tényleg felöntött Ibolya a garatra a fellépés előtt, és részegen énekelt a Sztárban-Sztárban? Sztárban-Sztárban, milyen hülyén hangzik ez, mint hogyha dadognék. Írjátok meg a kommentek között, és ha tetszett a videó, akkor mindenképpen csapass egy lájkot, és iratkozz fel, hogyha nem szeretnél lemaradni az elkövetkezendő tartalmakról sem. Instán és Facebookon még mindig tudtok követni, és most már Twitteren is, meg TikTokon is, minden lent van a leírásban. Szóval én, mint mindig, most is köszönöm szépen a figyelmet, hamarosan újra találkozunk, és ezt még mindig nem fenyegetésből mondtam. Sziasztok! Legyen a téma az utóbbi tetszett, iratkozz fel, a csengőt fejed meg.